2010 óta minden évben a Szüreti Napok egyik programeleme az Ágnes Galéria, amelyet idén a Petőfi Sándor Művelődési Központban rendeznek meg. Szombaton 17 órakor kezdődik egy megnyitóval, Supka Éva fogja mondani a megnyitó beszédet. Én is köszöntöm a jelenlévőket, utána pedig a Diffinomik együttes zenél, és lesz egy kis vendéglátás is. A kiállítás egyik művésze Bódi Liza lesz, aki betonszobraival igyekszik elkápráztatni a közönséget. Ezt a szekér oldalt gondoltam, hogy ez a szüreti mulatságra alkalmas, hogy kifejez mégis egy ilyen hangulatot, úgyhogy ezt például akkor csináltam, ezt a szobrot, ami a gekko úgy felmászik a létrán, vagy a pohárköszöntő, amit kimondottan erre az alkalomra készítettem, hogy az Áginak legyen alkalma megkínálni a vendégeket egy kis pálinkával. A kiállítás másik művésze Breckó Péter, akik tűzzománcból készített művei közül a négyszögletű kerekerdőt, a Dömdödöm című alkotását emelte ki. Mázár Ervinnek a meséje után csináltam szabadon. Ugye arról van szó, ami most nagy divat, hogy a másság elfogadása, vagy a különleges dolgoknak az elfogadása, ami egy nagyon szép mese, és egy nagy igazság, tehát hogy az emberek próbáljanak egy kicsit toleránsabbak lenni. Az alkotók számos művel várják tehát az érdeklődőket szombaton délután 5 órakor a Petőfi Sándor Művelődési Központba.